Kisoroszi, Szajáni, Padéi, Csókai, Nagykikindai és Tiszaszentmiklósi elsősökkel telt meg a Szajáni Művelődési Ház színházterme, hogy ünnepélyes keretek között közösen indítsák a csütörtökön kezdődő tanévet. Törkölyi Benyamin idén kezdi meg tanulmányait a Szajáni Móra Károly Általános Iskolában. Szerinted az iskolában miért ő jár, mit tanulsz meg ott? Hát, olvasni, írni. A Padi Égető Dávid már nagyon kíváncsi arra, hogy mit is jelent iskolásnak lenni. Szeretem, mert ott sokat tanulunk is, és mikor hazaérünk, akkor a szülők örülnek, hogy sokat megtanultunk. A magyar kormány a Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve 12 éve kívánja az általuk támogatásként biztosított gazdag tanszercsomaggal levenni az ezzel az időszakkal járó terhet a szülők válláról. Ehhez csatlakozott pár éve a Rákóczi Szövetség is. A gyerekek iskolatáskát is kapnak. Mivel ez a második gyerekünk, aki indul iskolába, nagyon nagy segítség. Ez tényleg, hogy az idén kaptunk a községtől is ingyen tankönyveket. A Magyar Szövetségtől is kapunk most táskát, meg minden, ami szükséges az elindulásra. Mivel a lány az már hatodikos, ott már drágábbak a tankönyvek, meg ugye nagyobb a főszerelés, nagy segítség, ez kevesebb kiadás erre az évre. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Potápi Árpád János. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár a magyar iskola választás fontosságáról is beszélt. Számunkra ez a legfontosabb, hogy biztosítsuk a jövőt pedig úgy tudjuk biztosítani, hogyha a gyermekeinknek biztonságot nyújtunk, biztonságos elhelyezést, biztonságos oktatást, nyilván biztonságos egészségügyet, biztonságos magyar jövőt tudunk kínálni számukra. Elnök úr többször elmondta azt, hogy számunkra elsősorban az a fontos, hogy azokkal foglalkozzunk, akik helyben maradtak, akik úgy döntöttek, hogy továbbra is a Vajdaságban szeretnének élni. Több mint egy évtizedes a magyar kormánnyal közös munka előzi meg ezt az ünnepi pillanatot és azt a folyamatot, amely alapján elmondhatjuk, hogy az oktatásról kimondott mondatok mögött valós, kitapintható, látható cselekedetek valósulnak meg. Mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az idei évben is, mint tavaly is és tavaly előtt is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kis létszámú osztályok meg tudjanak nyílni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogyha egy gyerek van, akkor magyar oktatásban tudjuk őt részesíteni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy osztályt ne kelljen becsukni, hogy tanárt ne kelljen elbocsájtani, hogy a rendszert úgy működtessük, hogy be tudjuk várni a jobb időket. A tanszercsomagok és iskolatáskák átvételét megelőzően ünnepi műsorral kedveskedtek a helyiek az egybegyűlteknek.